Ez a 27. nap. Újra itt. Még idehozott a lábam a videó elé. És valóban az történik, amit az átalakulás program elején éreztem, amiről beszéltem is, hogy egy új struktúra kezd kialakulni. És ami még inkább fontos, hogy olyan dolgok esnek le, így az elme szintjén, amik már jó ideje így voltak, csak valahogy még nem kötődött össze az energia, a belső energetika része, a fejjel, mondhatni. Szóval valóban, ahogy egyikőtök megjegyezte, egyfajta aspektus leltár zajlik, és nem is csodálom igazából, mert a Crimson Circle-os, vagy a lélekforrásos Saint Germain csatornázásoknál a kiemelkedés sorozatban Saint Germain ezt az aspektológia hónapjának hívta, az aspektusok hónapjának. Ahogy tényleg most elindul az új évkör, a tavasszal, és a tapasztalatom mindig az, hogy ilyenkor évelején, még ilyen március, április eleje körül, tényleg még ilyen régi energiák jönnek vissza, és akkor így amiket az elmúlt hónapokban átdolgoztunk magunkon, most még egyszer ránézünk egy magasabb nézőpontból, és így meg tud történni az átrendeződés. Az elmúlt napok nehézségei után most éjjel megint megtörtént az áttörés, megint nem aludtam túl sokat, zsizsgett a fejem, meg úgy mindenem, átégtek dolgok rajtam, szerintem, és azt tisztult le, hogy hogyha ezeket az aspektusokat, nekem ez a szimbólum jött, tortaszeletekként figyelem, akként tekintek rájuk, akkor igencsak megváltoztak az arányok. Tehát ahogy egyre több mindent magamhoz öleltem az elmúlt években, míg régen például egy csomó mindent utáltam, mert az maradt meg bennem, hogy kényszer volt, említettem már a kerti munkát, a takarítást, biztos neked is vannak ilyenek, illetve olyan dolgok, amikre vágytam, vagy olyan dolgok, amiket régen élveztem, de azóta el tudtak engedődni, és néha így felbukkannak, mit tudom én, például évekig én imádtam a technózenét, ezt említettem már, bulikba is jártam, meg minden, ami ezzel jár, és ezt nehéz volt elengedni, mert jól éreztem magam azokban a bulikban rendesen, de egy ponton túl tudtam, hogy nem tudok magamban mélyebbre menni, és én nem csak hétvégi bulikban akarom jól érezni magam, hanem mindig. Ehhez viszont le kell tenni ezt, és menni kell ránézni az akadályokra, hogy miért nem érzem magam mindig úgy. És például ez az aspektus, nem tudom, talán a 30%-ról vagy 20%-ról ilyen 1-2%-ra csökkent le. Néhányszor átfut rajtam, akkor beteszek egy-két technózenét, és akkor táncolok rá, aztán át is megy rajtam. Mert tudom, hogy abba a közegbe nem szeretnék már menni, mert túl sűrűek az energiák. Még akkor is, ha néha rám tör a nosztalgia.
hogy milyen jó is volt. Annak ellenére, hogy tudom, hogy mivel jár az az egész együtt. Most, ahogy visszatekintek, persze. És akkor teljesen átrendeződött minden, mert például ez a könyvmolyságom, kockaságom, úgymond, az az aspektus, meg az ambíciózus, karriermániás Szandi. Ezek tényleg teljesen eltűntek szinte, és ezt érzékelem most a honlappal kapcsolatban is, ez a felismerés ülepedett le most mélyebbre bennem, hogy néha így megjelenik, ami szerintem most is történt, így márciusban, hogy szeretném kifejezni magam így módon, aztán kielégül ez az aspektus, és tulajdonképpen az történik most számomra, ami... Tehát pont az ellentéte, mint ami történt. Hát ezzel kezdtem. Az első nap a 180 fokos fordulatról szólt, és érzem, hogy most megint ez történik. Mert azzal, hogy most hosszú hónapok után, amikor nem voltam igazán jelen a közösségi médián, fokozatosan lejöttem róla, és most, ahogy visszatértem, most nagyon nagy a kontraszt élmény, és érzem a szívó erejét, ami korábban egyáltalán nem tűnt fel, mert ugye nap mint nap benne voltam. És így, hogy hátralépés után most újra visszamentem, így érzem, hogy mennyire húz ki önmagamból, és mennyire szükségem van arra, hogy ezek után, a hetek után most újra lejöjjek a közösségi médiáról, hogy milyen hosszú időre, azt nem tudom, egy-két hétre biztosan, hogy megint a kontraszt élménnyel meg tudjak látni dolgokat. Ugyanis ez így szerintem hihetetlenül egy ilyen hiánypótlásra, unaloműzésre való eszköz. És persze önmagában semleges, mindenfélére lehet használni, de látom, hogy mennyire könnyű elcsúszni ezen. Szóval belülről megjelent ez az igény. Ezzel, ahogy így a végéhez közeledek a programhoz, és most már megérkezett a tisztánlátás is, hogy tényleg 30 napról van szó, most nem 30 videóról, mert egyszerűen kifogytam, tényleg elapad a forrás, érzem, hogy nincs mit mondanom, úgy érzem, hogy most ebben az egy hónapban tényleg így meg tudtam nyilvánítani az elmúlt hónapok felismeréseit, ami a vágyam volt az elmúlt egy-két évben, hogy újra tudjam élvezni a beszédet, a belső dolgok megosztását, anélkül, hogy tanítóskodnék. És éppen ezért tudom, hogy ezeket a videókat azok tudják csak élvezni, akik nem egy tanítóra vágynak, úgymond, akiben azt látják, hogy teljesen magabiztos mindig, nincsenek kételjei, és látom azt, hogy ez egy szükséges lépése a spirituális útnak, de egy ponton túl már szerintem nem várjuk el ezt. Mert meglátjuk azt, hogy tulajdonképpen mindenki tanít. Éppen ezért számomra is nagy előrelépés ez, úgymond, hogy meg tudom engedni ezt magamnak, hogy ennyi mindent megosszak a belső
küzdelemről, ahogy ezek az aspektusok igyekeznek harmóniába kerülni egymással. Talán az egyik legnagyobb aha élményem most tegnapról mára egyébként még az, amit azt hiszem említettem tegnap, az ötletek és a megvalósítás kapcsán, hogy elfogadásra került most bennem az, hogy igen, van egy ilyen részem, ami imád ötletelni, olyan, mintha így lehoznék ötleteket, de nem feltétlenül én leszek az, aki ezt megvalósítja. De attól én még élvezhetem ezt az ötletelést, meg is becsülöm azzal, hogy ilyenkor leírom őket, de csak az értékes számomra, ami segít mélyülni önmagamban, ami segít felfedezni azt, hogy hogy tudom megtestesíteni a valódi lényem. Tehát így módon semmi sem értékes önmagában. Tényleg nagyon hasznos ez a rálátás egy ilyen egy hónapos folyamat segítségével most arra, hogy ezek zajlani szoktak, csak épp egy más forma segítségével. Nem videósorozat, hanem bármi lehet, bármilyen projekt, bármilyen kapcsolat. Megvan az íve. És minden folyamat kicsit más, de azért vannak hasonlóságok. Szóval itt tartok most. A kör kezd bezárulni. Érzem, ahogy ezt így egyre inkább teljesnek érzem magamban, és remélem, hogy te is sok felismeréssel gazdagodtál, és be tudtad építeni, ami a legfontosabb, a saját tapasztalásodba. Azaz a gyakorlatban is tudtad alkalmazni. Ó, igen, és akkor még a struktúrához konkrétan annyit szeretnék mondani, hogy a kozmaalexandra.hu honlap, az előző honlap, ami már felszívódott ugye az éterben, az 4 évig működött, 2013. szeptemberétől 2017. októberéig, és a mesterútja.hu honlap ötletét 2 éve májusban kaptam meg egy Mária zarándoklaton. Fél évbe telt, mire az ötletet meg tudtam valósítani, és akkor nagyon fura volt, mert nagyon távolinak éreztem magamtól ezt, hogy jó, hát van a mester útja, akkor most én azután, hogy a kozmaalexandra.hu oldalon én voltam az előtérben, most fordítóként a háttérbe vonulok, ami rendben is volt, mert ebbe az irányba tartottam, mert ez támogatott a belső utamon, hogy tudjak mélyülni. Ezért is szüntettem meg az előző honlapot. És jól is esett
elmerülni ezekben a tanításokban, ugyanakkor egy idő után persze elkezdett az visszajönni, hogy na jó, de hol vagyok ebben én, Alexandraként, Szandiként, mert most történik bennem ez egy másik váltás, amit lehet, hogy szintén elfelejtettem említeni, hogy a Szandihoz, mint becenévhez, elég sok múltbeli sztori kötődik bennem, tehát ha meghallom a Szandi nevet, akkor egy olyan rezgést érzek mögötte, amit olyan régi energiásnak érzek. Az Alexandra, amit adtak ugye a szülők születéskor, bár úgy tekintek rá, hogy isteni sugallatra, úgyhogy ezt érzem most, hogy szeretném magamhoz ölelni oly módon, hogy egy tiszta lapnak érzem, mert nem igazán kevesen szólítottak Alexandrának, tehát ezért nem nagyon kötődnek hozzá dolgok. És még azt is szimbolizálja számomra, hogy a férfi és a női energiáknak a harmóniáját, hiszen az Alexandrában benne van az Alex, mint férfi, és a nőinek pedig rengetegféle színezete, a Alexandra, Alexa, Xandra, Sandra, tehát sok új felfedeznivalót érzek benne, és érzésben most ez az Alexandra olyan, mint annó ez a mester útja volt. Hogy még olyan kicsit olyan távolinak érzem, de érzem, hogy valamit szimbolizál számomra, amit izgalmas lesz felfedezni. És aztán, ahogy a lélekforrás Saint Germain csatornázásait olvastam a kiemelkedés sorozatban, azt hiszem ebben, igen, ahol arról volt szó, és ez egy nagyon hasznos váltás volt számomra, ahogy a belső struktúrám változott azzal kapcsolatban, hogy mivel rezonálok együtt. Mert például a csodák tanításának a koncepciói valahogy, meg még a David közösségének a szóhasználata is, amikor régen annyira feküdt, annyira egynek éreztem magam vele, olyan könnyű volt abban mozogni, egy ponton túl olyan zavarosnak kezdtem el érezni, hogy éreztem, hogy nem tudom magam nem tudok róla úgy beszélni, hogy a Szentlélek így, a lélek úgy, mert mindig ezt a régi vallásos vonulatot hozta vissza számomra, hogy ja, vagyok én, meg az Isten valahol máshol. Szóval ez a szóhasználat nem működött már számomra, és akkor indult el ez az újabb fajta átrendeződés, amikor valamelyik, csak nem tudom megmondani, hogy most melyik shoutban volt, de ebben a kiemelkedés sorozatban ez a fajta felosztás, hogy van a vagyok, a mester és az ember. És ez úgy helyre tett bennem dolgokat. Mert ahogy elindultam befelé, akkor inkább az emberrel azonosultam, és például az előző honlapnak a kép évekig az volt, hogy egy világító torony, és emlékszem, hogy én azzal azonosultam leginkább, hogy vagyok én, aki halad a világító torony felé. Még ez is volt a szlogán, hogy úton belső világító tornyunk felé. És az utóbbi egy-két évben ez teljesen megváltozott. Még akkor is, hogyha érzékelem azt, hogy vannak itt régi energiák,
mégis egyre inkább a mesterrel azonosulok. És ezért kezdtem el egyre közelébbnek érezni ezt az új honlapot, mert nem úgy tekintek már rá, hogy Jesua, azaz Jézus a mester, meg vagyok én, hanem egyre inkább azt érzem, hogy ezek az én szavaim, a valódi lényem szavai. Sokszor az jön tökre, hogy én ott vagyok már a Mesterek klubjában, csak most nézem vissza ezt a filmet, és én így kísérem haza saját magamat, azt, akit most Szandiként, akit most Kozma Alexandraként tapasztalok. Tehát teljesen átfordult a nézőpont, és bár tisztában vagyok azzal, hogy a régi energiák jelenléte miatt, mivel ezek még mindig kavarognak és kitisztulóban vannak, nem feltétlenül ez nyilvánul meg a beszéden keresztül, viszont az, ahogy én érzékelem ezt a jelenlétet, az egyre erősödik. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes élmény, és nagyon érdekes élmény figyelni azt is, ahogy érzékelem ezt a jelenlétet, és ebből a jelenlétből azt is tudom, amikor nem ez beszél. Hogy még olyan sűrűek az energiák, még annyi minden nem tisztult ki, hogy sokszor az aspektusok beszélnek. Viszont horgonyzódik le ez a mesteri jelenlét, és hát a fordításokból még van bőven, de még el leszek vele pár évig. Úgyhogy innen jött az ötlet, ez az, ami a gyakorlati szinten átfordult bennem, és le is tudtam hozni a forma szintjére, hogy átneveztem a honlapot a Mester útjáról, a Mester útja Alexandrávalra. Mert olyan szimbolikus ez, hogy a Mester sétál Alexandrával, azaz az emberrel. És így módon ez az új honlapcím nagyon-nagyon szimbolikus és több jelentős. Ma megint több jelentésű. Tehát utal erre egy ilyen általános értelemben, hogy a mester kézen fogja az embert, és beolvasztja önmagába, és a mester nyilvánul meg a földi létben. Azaz lehozzuk a mennyet a földre, hiszen erre vágyunk, ezért maradtunk itt. Illetve ugye azt is jelenti, hogy a mester útja, mint az az ösvény, több könyvből álló ösvény, amit Jeshua csatornáz, vagyis Jayam csatornázott Jeshuától. És ez is átalakult bennem, az arányai ennek, hogy korábban sokkal nagyobb tortaszeletet éreztem, úgy, mint a mester útja, és úgy érzem, hogy ez most így arányaiban megváltozott, és az identitásom ezzel a fél éves fordítási szünettel feloldódott ebből, hogy én nem a fordító vagyok, hanem az csak egyetlen szelet a tortából, egyetlen eszköz az eszköztárból. Én ennél sokkal tágasabb, kiterjedtebb vagyok. Szóval ez az az átrendeződés, amire szükségem volt, amivel most harmóniában tudok lenni. És aztán jön a kaland része, hogy ez hogyan fog megnyilvánulni a továbbiakban. Igen. Úgyhogy
tanúja lehettél ennek az átalakulásnak, ahogy megszületett ez a tisztánlátás, és ha később nézed vissza, hónapok vagy évek elteltével ezt a videósorozatot, mert éppen aktuális, akkor aktuális számodra, akkor érdekesség lehet tudni egy kis háttérsztorit a honlaphoz. Igen. És akkor megemlítenék még egy dolgot, azzal kapcsolatban, amit már mondtam, hogy amikor nem bírjuk a belső feszültséget, és akkor így a formában, a körülmények szintjén próbáljuk rendezgetni, kontrollálni a dolgokat, és ez ugye sosem fog sikerülni. Ezzel kapcsolatban említettem a híres nevezetes jógaszőnyeg sztorit, meg ugye a napszemüveg is, és ez ugye a vétel kategória, hogy megveszek valamit. Na aztán ennek ott a másik része az, hogy ki akarok dobálni cuccokat, mert meg akarok szabadulni már energiáktól. És ez sem működik így módon, mert attól meg az energia ugye ott marad, tehát ha bármit ilyen düböl, vagy hasonlóból akarok ellökni magamtól, amit én törlési mániának neveztem el, az nem fog működni. És bevallom őszintén, most így utólag látom, hogy jó párszor volt ez a működési módom dolgokkal kapcsolatban, és ezért az elmúlt hónapokban jött is fel egyfajta megbánás, hogy miért kellett a régi videókat letörölni, miért nem mentettem le őket, max, ha nem akartam azt, hogy mert épp ne, ugye volt az a szakasz, hogy jaj, magamhoz ölelem, aztán utána meg az ellentéte, hogy ez már nem én vagyok, látni se akarom. És ez teljesen érthető, csak ilyenkor nem az a megoldás, hogy kiszórok mindent a kukába, hanem max félreteszem, vagy privátra átállítom. Úgyhogy most ezzel meg van egy ilyen megbocsátási folyamat, ami még mindig zajlik, mert értékesek voltak azok a videók, csak ebben az időszakban, amikor nagyon erős volt ez a mást akarok, változásra vágyom, és akkor ez történt, így oldottam meg, hogy kiszórtam mindent, és ezeket már nem lehet visszahozni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban született még egy elhatározás, hogy eléggé valószínűsítem, mert eddig mindig így történt, hogy a nagy lelkesedés után, ahogy elkezdek távolodni valamitől, egyre kevésbé azonosulok vele, akkor megjelenik ez a, ez mi volt, ez nem is én vagyok már, mi közöm ehhez, hogy valószínűsítem, hogy lesz egy ilyen hullám, amikor ez meg fog jelenni még ezzel a videósorozattal kapcsolatban is. Mert nálam ez, tényleg, ha visszatekintek, mindennel kapcsolatban jött az érme másik oldala. Szóval éppen úgy, ahogy a napszemüveggel, ez volt az elhatározás, hogy hagyom, hogy az energiák belül oldódjanak meg, és aztán veszem meg, hagyom, hogy beérjen. Ezzel kapcsolatban is, ha akár a videósorozattal, vagy akár bármi mással kapcsolatban jön, ez a vágy a változásra, tovább lépésre, akkor igyekszem nem a törlést, az eltolást választani, azt, hogy
mert nem működik egyszerűen. És akkor utólag meg van egy ilyen visszahatás is, egy ilyen mellékhatás, hogy akkor még egy megbocsátási réteg jön rá, mert az a döntés az valójában nem a lényem legmélyéről született. Bizony. De ezt már nem lehet visszacsinálni, úgyhogy a megbocsátás az egyetlen lehetőség ezzel kapcsolatban. Biztosan sor fog rá kerülni. És kíváncsisággal várom, hogy milyen utórezgései lesznek majd ennek a videósorozatos folyamatnak. Mert az szokott történni, hogy még amikor a forma szintjén ugye valami a végéhez ér, még utána is bőven jönnek felismerések. No, hát meglepődtem, hogy nem gondoltam, hogy ennyit fogok pofázni ma. De úgy látszik, hogy tényleg történik ez a kikerekítés, és ezért, amíg még működik a beszélőkém, addig igyekszem elmesélni, elmondani mindent, ami jött még. Mert ugye ezek folyamatban voltak, csak talán nem tudtam még szavakba önteni így. Mert ismét ennek az átrendeződésnek belül kell megtörténnie, hogy minden a helyére kerüljön energetikailag, és akkor már könnyű róla beszélni. Hiszen a helyén vannak a dolgok. És akkor erre az alapra lehet építkezni. Tegnap még egy új YouTube csatorna képet is készítettem. Élveztem, hogy új dolgokat tanulok ezzel a montázskészítéssel, meg a neten olyan sok ilyen jó dolog van, hogy lehet ilyen templéteket, sablonokat, úgyhogy ezzel játszottam még tegnap. No, ennyit mára. És szép napot kívánok neked. Szia!